Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Szinte minden sportágban megkezdődtek már az edzések, és nem csak a szabadtéri pályák, hanem a sportcsarnokok is kezdenek megtelni élettel. Mai Baranyai és Tolnai körképünkből megtudhatják, hogyan érinti a sportegyesületeket a fokozatos nyitás. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A szekszárdi küzdősportok képviselői közül gyakran látni szabadtéri edzéseken az újdonsült városi sikersportág, a tékvándó szerelmeseit. Nagyon vágynak már a termi edzésekre ők is, legfőképp a versenyekre készülőknek lenne erre szüksége. A sportág építésben jeleskedő, rövid idő alatt mennyiséget és minőséget produkáló Aliszka Tékvándó Klub vezetőjét, oktatóját, Rácz Petrát, az a megtiszteltetés érte, hogy az Országos Szövetség Dél-Dunántúli régió vezetőjének nevezték ki, és hamarosan a Pécsi Klub munkájába is bekapcsolódik a szekszárdi klub vezetője. A még mindig szabadtéri gyakorlásra kényszerülő küzdősport űzőkről, legyenek azok birkózók, cselgáncsozók vagy éppen ökölvívók, első blikre nem igazán állapíthatóak meg, mely sportág képviselői is ők. Nos, a tékvándósok mozgása mindenképpen e tekintetben árulkodó. A jelképes rúgásokat gyakorolják éppen a szekszárdi Aliszka Tékvándó Klub, már az alapképzésen átesett kisebb-nagyobb versenyzői a szekszárdi sportközpont rekordtámpája melletti és mögötti zöldövezetében. Az edzéseket látogató kezdők legkisebbek pedig eme fő technikai elemhez is elvezető, illetve rávezető mozgásokat súlykolják a bemelegítés után. Mindenki a fedélzeten szekszárd újsütletű, a gyerekek körében népszerűvé vált, és már figyelemre érdemes országos eredményeket is produkáló tékvándóban. Nehezen viselték a fiúk, lányok a sportág specifikus edzések nélküli hónapokat, miképpen oktatójuk, edzőjük Petra néni is. Mint mondja, több mindent újra kell tanulni a gyerekeknek. Én elkezdtem videós edzéseket tartani, de nem élő formában, hanem felvételről, tehát bárki bármikor ezt meg tudta csinálni, de én úgy vettem észre, hogy akkora nehézséget okozott a gyerekeknek átállni az online oktatásra, hogy nem tudták az edzéseket követni, hiszen az egy kötelező dolog, ez ugye meg egy szabadon választott. Akik viszonylag kezdők, tehát pár hónapja jártak, azok most teljesen újból kezdik gyakorlatilag, és akik meg versenyzők voltak, őnáluk a fizikai képességek csökkentek nagyon, azt veszem észre. Úgyhogy most, mikor májusban elkezdtünk edzeni, ez akkor már lassan egy hónapja gyakorlatilag, így egy ilyen alapozásszerű edzésmunkát végzünk azóta is, most kezdenek bejönni inkább a technikai elemek. Persze a terem lenne ehhez csak is az igazi, hogy igazi küzdelemre is végre sor kerülhessen. De ez előbb termet kellene találniuk, mert hogy régi helyükön a sportcsarnokban ugyanis még nem gyakorolhatnak, remélhetőleg inkább előbb, mint utóbb megoldódik ez a probléma. Annál is inkább, mert a szekszárdi oktatót az a megtiszteltetés érte szekszárdi munkájának elismeréseként, hogy a visszaesőben lévő Pécsi Klub munkáját is felügyelje a Magyar Tékvándó Szövetség felkérésére, amolyan dél-dunántúli régió vezetőként. Sajnos a Pécsi Klub az hát egy kicsit haldoklik, ha lehet ezt mondani. Egyébként egy nagyon jó kollega dolgozik ott, de egyszerűen nem tudja már a családdal és a munkával összeegyeztetni azt, hogy egy versenyklubot vigyen. Úgyhogy most ő helyette megkaptam az utánpótlás edzői címet itt Dél-Dunántúlon, és én ezt szeretném komolyan venni, tehát nem csak fölvéve a havi juttatást, ami ezért jár, mondjuk nem egy nagy juttatásról van szó, de akkor ezért plusz munkát is végzek, és akkor itt csapaton belül kialakítottam egy hétfős utánpótlás csoportot. Nekik most jelenleg 4 edzést tartok a héten, ebből 2 az itt zajlik, 1 online, tehát számítógépen keresztül közösen együtt látva egymást edzünk, és akkor heti 1 alkalommal pedig önálló edzésmunkájuk van. Rácz Petra nem szeretne ingázni Pécs és Szekszárd között, az ottani tehetségeket, a versenyezni is akarókat látná szívesen az övéi között Szekszárdon. A rendszeres közös edzéseknek mindkét klub nagy hasznát látná.
a dél-dunántúli régióért lennék én felelős, mint utánpótlás edző, akkor ha nem is átjárni, de akár őket ide áthívni mondjuk egy heti egy alkalommal, azokat, akik szeretnének versenyezni, és kicsit ezt komolyabban venni, erről lehet szó, és tervezem is, hogy beszélek az ottani edző kollégával. A szekszárdi klubvezető korábbi nyilatkozatát, véleményét ezúttal is csak megerősítette, nem óhajtanak versenysport istállóvá válni most sem, az Aliszka Taekwondo Klub továbbra is várja a versenyezni egyáltalán nem óhajtókat, akik szimplán el akarnak sajátítani egy nekik tetsző izgalmas sportágat. Ezért is vagyunk ketten edzők, tehát itt látni már a háttérben megérkezett Kovács Tamás másodedzőm, és ahogy szintén ezt lehet látni, az idősebb, már idősödő gyermekversenyzők, akik ugye magasabb bővel rendelkeznek, besegítenek gyakran az edzésekbe. Ha már taekwondo olimpiai sportággá vált, és népszerű sportág képviselői bizakodnak Szekszárdon is, hogy előbb-utóbb komoly versenyt rendezhet a helyi klub, amely egyébként már több országos elsőséggel és dobogós helyezéseket is elhozó versenyzővel büszkélkedhet sportágépítő munkájának gyümölcseként. Nem csak a negatívumát látják a vírushelyzet okozta leállásnak, hanem az előnyeit is a szekszárdi UFC MB1-es csapatot is működtető női szakosztálynál. A képzésre sosincs annyi idő, mint most. Reménykednek, hogy újabb fiatalok jelennek meg csapataik házatáján, ahol jó adottságokkal bíró játékosok egyáltalán nincs hiány. Az akadémiák és a fővárosi klubok nyüzsögnek a gyerekek, illetve szüleik körül. A szekszárdi futballban üde színfoltként megjelenő női futzál csapat, amely saját nevelésű játékosokkal, kiscsikók bevetésével abszolút esélytelenként úgy nyerte meg a Magyar Kupát a válogatottan egyenértékű Kiskunfélegyháza ellen, hogy a bajnokságban kieső helyen még a bentmaradásért küzdött. Mivel félbeszakadt a bajnokság, így felesleges izgalmaktól megmenekülve, játék nélkül bent maradt az NB1-ben a csapat, és már is megkezdte az építkezést a következő szezonra. A jelszó változatlan, arccal az utánpótlás felé. A koronavírus okozta majd 3 hónap, ebből a szempontból nézve a dolgokat, Micskó Márk meglátása szerint sanszot adott az alaposabb, sokrétűbb képzésre, amire normál esetben nincs lehetőség. Teljesen más edzéseket tudunk végezni, mint versenyidőszak alatt. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól kihasználtuk, tehát nagyon örülünk neki, hogy minden edzésre a nagyműfüves pálya teljes mértékben rendelkezésünkre áll. Úgyhogy dolgoznak a lányok, rengeteg csapatunk lesz, úgyhogy akinek csak van kedve, az nyugodtan jöhet, mert mindenkinek találunk csapatot. A szekszárdi UFC női szakosztálya, ha költségvetése engedné, akkor sem költene kiváló válogatott szintű játékosok idehozatalára. Nyilván az NB1-es felnőtt csapat újbóli indítása a közönség és saját elvárások miatt is fontos feladat, ám ennek úgy szeretnének eleget tenni a következő szezonban, hogy a csapat egy-két kivételtől eltekintve itteni szekszárdi saját nevelésű játékosokból álljon. 5-6 évvel ezelőtt már beszéltünk erről, hogy szeretnénk, hogyha egy idő után majd a saját játékosainkkal lenne tele a legmagasabb osztályba szereplő csapatunk. Ez úgy gondolom, hogy idén már teljes mértékben megvalósult, mert szinte egy-két kivétel saját nevelésű játékosokból álló csikó csapattal lettünk magyar kupa győztesek a futcába, ami óriási öröm, és ugye ez plusz feladatokat ró is ránk, hogy tehát nem szabad megelégedni, hanem dolgozni kell, fejleszteni kell a dolgokat, tehát minél vonzóbbá kell tenni itt a lehetőségeket a lányoknak, erre törekszünk is, tehát nem csak futszátéren, hanem labdarúgás téren is. Olyan játékosokat igazolnának, akik beleillenek a képben, és az anyagiak terén még fél amatőrnek sem nevezhető közegbe. Nagy nevekben egyáltalán nem gondolkodnak a klub vezetői. Ez még nagyon távoli, tehát még azért sok mindennek még tisztázódnia kell itt a helyzettel kapcsolatban is, de célunk tehát az utánpótlás nevelés továbbra is. Gond, hogy a serdülőtől az ifiken át egészen a juniorokig sorra jönnek az elcsábító ajánlatok a fővárosból és az akadémiák környékéről, aminek egyelőre a lányok, illetve szüleik ellenállnak.
Úgy gondolom, hogy ez azt is mutatja, hogy nem folyik olyan rossz munka itt Szekszárdon, de persze nem lehetünk elégedettek, én soha nem vagyok elégedett. Minden nap azzal kelek, hogy még többet szeretnék adni a lányoknak is, mindenkinek, úgyhogy dolgozunk, és én azt szeretném, hogyha hamarosan már egy Ferencváros tudjunk idehozni, akár egy U16-ba. Mivel a női futzált a nagypályára való képzés segítőjeként, eszközeként képzeli el a világ, az európai, ezáltal a Magyar Labdarúgó Szövetség is, Szekszárdon is felvetődött egy nagypályás NB-s csapat mielőbbi létrehozása, természetesen saját téglából építkezve. Sajnos a futzált nem tudjuk már olyan szinten csinálni, mint ezelőtt, pár évvel ezelőtt. Edzés lehetőségeink sincsenek olyanok, ugye az állományunk se olyan egyértelmű, hogy a futzált is megtartva, de amellett természetesen a labdarúgást erősítve látom itt a jövőnket. Ami a felnőtt csapatot, az edzőket, az anyagi körülményeket illeti, sok minden képlékeny még az UFC-s lányoknál. Ott jártunkkor is három edző dolgozott, gyakorolt az ömében utánpótláskorú lányokkal. Mecseki Ágnes mellett ott láttuk az ukrán Tolnán is megfordult Volodymyr Kolokot is, akinek a sorsa még nem dőlt el. Nem tudni, hogy a jó szakember hírében álló edző, akinek a kapcsolati tőkéje sem elhanyagolható, mármint külföld felé, megy vagy marad a szekszárdi UFC női szakosztályánál. Újra élettel teli az atomerőműese városközeli Dunaparti kajakkenu utánpótlás bázisa. Keresik Hoffmann Ervin, Boros Gergely és Kozman György, egykori paksi sportági kiválóságok utódait. Az edzések amennyire csak lehet, 12 éves korig játékosak és kollektívak, elkerülve a monotóniát, és így a fáradtság alig érezhető a gyerekeken. Erre vágytak már régóta az ASE kajakos kenus növendékei. Tanulás után régre lejönni a gesztenyési csónakházba az utánpótlás bázisra, és vízbe szállni Marci bácsi, vagyis Tóth Márton utánpótlás edző felügyeletével. A 7 évestől a 12 évesig az úgynevezett előkészítő csoportokban 40-en látogatják mostanság az edzéseket. A vízre, a hajóra szoktatás játékos, élményt adó formában továbbra is a vezérelv, és ha el is fáradnak a gyerekek, de ne legyen egyáltalán munkaszaga az edzéseknek, jegyezte meg Tóth Márton, egykori versenyzőből lett edző. Csinálják és csinálják is, tanuljanak meg kenúzni és kajakozni, azt meg is tanulnak, de hogyha ők úgy gondolják, hogy ez tetszik nekik, és komolyabban akarnak vele foglalkozni, akkor erről elég 12-13-14 éves korukban dönteni, vagy nekik, vagy a szüleiknek. A 12 évesek fölkerülhetnek abba a csoportba, ahol már több a heti edzés, megjelenik a versenysportra való felkészítés. Egy ilyen nagymúltú, folyamatosan válogatottakat adó klubnál bizony keresik Hoffmann Ervin, Kozman György, Boros Gergő és a mai meghatározó kajakosok, a világbajnok Kiszlő Vanda és Pup Noémi utódait. Dunaszentgyörgyről, Madocsáról, Bikácsról is hozzák viszik a gyerekeket szüleik az ASE edzéseire nyári táboraiba. Elsősorban persze azért, mert ez a sport olyan jártasságokat, készségeket alakít ki a gyerekekbe, amiket az életben kiválóan hasznosíthatnak, amire csak itt ilyen körülmények között tehetnek szert. Egy kajakkenus, mondjuk aki már 8 vagy 9 éves kor óta ide jár, és mondjuk 10 éves korra azért korán mondtam, de 14 éves korában lemegy, és akkor ott fickoskodik, akkor ő fogja tudni azt, hogy egyébként itt azért óvatosan kell bánni a Dunával, mert azért a Duna az nagy erőt képvisel. Akik abba hagyták, mondjuk ők már 21-22 évesek, többen is vízimentők, és van a vízivándor program, amiben ugye a Paks is jelen van, a Paksi megállóhely is egy kiinduló pontot jelent az alsó Duna felé. Ők látják el a vízimentő feladatokat. Tehát a vízivándor az egész országban egy olyan, azt hiszem, négyen asés múlttal rendelkeznek. Le a vízre! Erre figyelsz már! Ne! Kavarik Levi, gyere ide el a sarkára! A kajak népszerűbb Pakson is, mint a kenu, ahogy ez az egész országban így van, ám a kenu annak előkészítő formájában is már most is jelen van, és mindig is volt. Tóth Márton, mint egykori elkötelezett remek kenus, Tóth Márton, mint egykori versenyző, elkötelezett, hogy az ASE-nél ne tűnjön el ez a magyar szempontból is sikeres szakág.
Az általunk kiválasztott két kisrácban, bár addig még sok víz folyik le a Dunán, a jövő lehetséges párosát véljük felfedezni. Őket már, mint mondják, nem vonza a kajak. Maradnék a kanunál, ha jönne egy olyan lehetőség, hogy kajak, szerintem már nem mennék. Azért, mert ebben jobb vagy, úgy érzed? Hát igen, meg ebben már beleszoktam. Aha. Hogyan találtad meg a párodat, hiszen ma mennyit edzettetek? Ma kenusztatok ezen, ebben hogyan találtad meg? Hát az edző összerakott minket. Összerakott benneteket. Tehát akkor minden edzés páros, vagy egyénileg is edzetek? Van egyéni edzéspenzomotok? Múlt héten még volt, hogy otthon, hogy erősíteni kellett, igen, de most már nincsen. Igen. Heti négy van. Tanulják a maguk szintjén a páros kenuzásnak a kajaktól merőben eltérő helyes mozgásait. Pozíciótól függ. Igen. Tehát a hátsónak kell mindig kormányoznia, és az elsőnek kell adni az ütemet. Ez egészen más, fordítva van, mint a kajakban, igaz? Igen, mert a kajakban van egyes, általában egyes szoktak menni. És ott magad kormányozol, és magad evezel. Melyik a vezérevezés? Lehet itt a kenuba ilyet mondani? Általában a kormányos, hogy az mondja, hogy mikor fordulunk, meg ilyenek. Az meg te vagy a kollégád? Hát most volt a Bence, és meg én is. Mi a jó a kenuba még? Hát, hogy például nyáron lehet fürdeni, meg minden, hogy hát hogy víz van, és hogy akkor nincs is olyan melegetek, meg hát jó sporták. Remélhetőleg egyre többen gondolják így a versenyző jelöltek közül, és a későbbiek során, amikor még keményebb lesz a munka, sem riadnak vissza a kenutól. A PVSK gárdája ellen játszott edzőmérkőzést a HR-rend Kozár Mislány labdarúgó csapata. A házigazda Kozár Mislenieknél bemutatkozott a csapat új másodedzője, Nagy Gábor, aki jelen a Richard munkáját segíti. Kósa Sándor pedig több fiatal, tehetséges PVSK-s labdarúgónak is biztosított játék lehetőséget az edzőmérkőzésen. A két csapat céljai hasonlóak, bár más osztályban. A HR-rend Kozár Mislenye az MB3-ban, a PVSK pedig a Baranya megyei első osztályban pályázik a dobogós helyek valamelyikére. A Csonka bajnokságot az MB3 középcsoportjának 6. helyén záró HR-rend Kozár Mislen csapata a Baranya megyei első osztály 5. helyezettjét, a PVSK-t fogadta a június 4-i edzőmérkőzésen. Kijött ugyan a két gárda közötti osztálykülönbség, de mindkét fél hasznosnak találta az összecsapást. Ezen a találkozón debütált a HR-rend Kozár Mislen stábjának új tagja, Nagy Gábor, aki másodedzőként segíti jelen a Richard munkáját. Nagy Gábor korábban is dolgozott már a csapatnál. Nagy érdemei voltak abban, hogy a klub történetében először a 2006-2007-es bajnoki szezonban aranyérmes lett a felnőtt gárda, és kiharcolta az MB2-ben való indulást. Szerintem nagyon rendben van a csapat, csak finom csiszolás kell, és akkor meg lesz a siker. Nincs meghatározó idő, határozatlan idő, szerintem egyszerű a modell, ameddig szükség van rám, addig csinálom. Most leáll a csapat, és 3 hét múlva kezdődik a felkészülés. Egy vagy 6 vagy 7 hetes ciklussal, attól függ, hogy mikor kezdődik a bajnokság. A célokról már megkezdték az egyeztetést Kozár Mislenyben. Hát, hogy fogalmaztam az elnök úrnak is, hogy ebbe az MB3-ba valami kézzelfogható célt illik, azt gondolom, hogy kitűzni, ez nem lehet más, mint hogy érem legyen. Még egyszer mondom, nem tisztem, de ennélkül nem is érdemes nekiállni, azt gondolom, mert egy minimális elvekkel, hogyha rend van, fegyelem, mindenki tudja a dolgát és csinálja, bőven el lehet érni. Kósa Sándor több fiatal, tehetséges PVSK-s labdarúgónak is biztosított játék lehetőséget az edzőmérkőzésen. Két hónapon keresztül, vagy másfél hónapon keresztül mindig kapták a fiúk az edzésterveket. Ellenőrizni nem tudtam, hogy ebből mit valósítottak, meg én bízok bennük, hogy azért csinálták, mert amikor elkezdtük az edzéseket, akkor nem teljesen leépült állapotba jöttek vissza.
és hát onnan folytattuk az edzéseket. Nekünk ez abszolút, ugye, de szerintem mindenkinek egy teljesen új helyzet volt, mivel nem ismertük ezt a szituációt, hogy egy bajnokság megszakad, és akkor van 2 hónap pihenő, és akkor újra kezdjük. Én arra gondoltam, hogy egy kicsit felmérjük azt, hogy hol tartunk, mire számíthatunk. Látható volt, hogy rengeteg fiatal van, akikből még csapatot kell kovácsolni. Egyszer láttuk azt, hogy milyen egy NB3-as csapat ellen játszani, mindenféle szempontból tapasztalatokat gyűjtöttünk, és tulajdonképpen ez volt a célja, hogy ezt lássuk, és ők is átérezzék, hogy mi várhat rájuk, hogyha komolyabb célokért küzdünk. Hát ugye tudni kéne azt, hogy mikor kezdődhet a bajnokság, meg milyen szinten fog elkezdődni, de mi még tervezzük, igen, hogy 1-2-3 hétig edzünk, és utána elmennek a fiúk 1-2-3 hét szabadságra, és akkor utána a július közepén meg elkezdjük a felkészülést. A két csapat céljai hasonlóak, bár más osztályban. A HR-rend Kozár Mislany az MB3-ban, a PVSK pedig a Baranya megyei első osztályban pályázik a dobogós helyek valamelyikére. A koronavírus járvány miatti kényszerszünet után már versenyeztek is az utánpótláskorú teniszezők. A Pécsvárosi Teniszklub pályáin a legkisebbek is megmutatták tudásukat. A Magyar Teniszszövetség június 1-ével engedélyezte a versenyeket szigorú feltételek mellett, még a kísérők számát és a szülők részvételét is korlátozták. A legkisebbek küzdelmével kezdődött az idei első szabadtéri tenisz megmérettetés. Az úgynevezett Play and Stay verseny piros szintjén a 11x5-6 méteres pályán 80 centi magas háló felett kell átjuttatni a szivacslabdát. A gyerekek nagyon élvezik ezt a fajta játékot. Játszottam és jól sikerült. Mióta teniszezel te és mit szeretsz a teniszben? Hát azt, hogy sokat lehet benne futni. Egy héten 3-szor szoktam jönni. Mit szoktatok csinálni? Elmondod nekem? Hát gyakorolni a fonákot, meg a tenyerest. A Nemzetközi Teniszszövetség 2007-ben indította el a Play and Stay kampányt a tenisz népszerűsítése érdekében a kezdő gyerekek és felnőttek körében. A program lényege, hogy a lassúbb labdák és a kisebb méretű pályák használatával a játékkészség gyorsabban kialakul, és ezáltal a tenisz könnyebbé és élvezetesebbé válik a kezdők számára. A mai napról azt kell tudnunk, hogy ez egy Play and Stay elnevezésű verseny, ez a legkisebbeknek szól, speciális labdákkal, speciális pályaméretekkel. Majd nyilván csináltok egy-két vágóképet, láthatjátok, hogy milyen kis pályán, milyen kis labdákkal teniszeznek a gyerekek. Ez az előnye ennek, hogy ezekkel a megfelelő, a gyerekekhez mért sporteszközökkel el lehet érni azt, hogy úgy játsznak tényleg, mint a felnőttek. Tehát valóban vannak labdamenetek, élvezhető ritmusba tudnak játszani a gyerekek, úgyhogy nagyon élvezik. Az értelme ez, hogy élvezzék és szokják meg a versenyzést, ez az egyetlen cél. A úgynevezett piros labdások játszanak először, ők 6-8 évesek, utána ennek a 9 évesek, ők már a felnőtt pályán, felnőtt hálóval játszanak, de egy kicsit szűkített méretű pálya lesz abból is, és utána vannak a 10 éves, 10-11 éves gyerekek, ők már nagy pályán, a felnőtt pályán játszanak, de még mindig egy olyan labdával játszanak, ami a normál felnőtt labdának a sebességének a 75%-át tudja. Gyerek mini teniszprogramok egyébként már korábban is léteztek a legtöbb országban. Hazánkban például több mint 30 éve van kispályás, szivacslabdás teniszoktatás, illetve több mint 10 éve működik az iskola teniszprogram. Azonban a Play and Stay az első nemzetközileg összefogott és egységes program, melyet a Nemzetközi Teniszszövetség bevezetett. Igen, ez a vírus után az első megmérettetés, itt az egész országban most már itt először a vírus után verseny, egy kicsit helyreállt az élet. Sok játékosunk van szerencsére, én szerintem egy ilyen 8-10 induló biztos, hogy van Pécsről, és a többi az pedig vidékről jött. Van jelentősége, van olyan kis gyerkőc, aki most játszott először versenyt, előtte csak ilyen házi versenyt, meg edzésen, úgyhogy nekik mindenképpen ez egy nagy küzdelem, meg megmérettetés.
Van olyan, aki már azért volt többet tavaly is, ő nekik pedig abszolút jó gyakorlás, hogy nem kell utazni, és tudnak játszani nálunk. Küldtünk nekik edzéstervet, hát volt egy hónap teljes leállás, de az alatt is küldtük, és otthon próbáltuk legalább a kondíciót megőrizni. Nyilván ütővel meg labdával kevésbé lehetett dolgozni, de esetleg otthon ilyen kisebb ügyességi feladatokat, és utána pedig, hát szerintem a sportág közül talán először mi indultunk el, mert a jobb helyzetben voltunk, hogy nem zárt térbe, megcsináltuk a kinti pályákat egy picivel hamarabb, és egyéni edzésekkel el tudtunk indulni elég hamar. És akkor most meg már a csoportos edzések is mennek egy jó pár hete. A női szuperliga a mostani tervezet szerint július 3-a és 9-e között zajlik majd, amin a PVTC csapata a Szegedi Teniszklubbal együtt vesz részt, és indulnak az OB1-ben is a hölgyek. A férfiak is érdekeltek lesznek az OB1-ben, ahol az első 4 hely egyikére pályáznak, illetve a fiatalok az OB3-ban is bizonyíthatnak. A Pécsi klub idén is tervezi az amatőrök számára kiírt Brand Slam kupa megrendezését is. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!